Mai vendégem még nem ismert ember, de jó úton halad felé. Sötét helyről indult, tényleg sötét gyermekkora volt, a családon belül erőszak szinte összes formáját átélte, vagy szemtanúja volt, a nevőlapját is látta meghalni. Élt javítóintézetben, fiatalkorúak börtönében és felnőtt börtönben egyaránt. A már sikeres vállalkozó zenei karriert épít. Ismerkedjünk meg az útjával a fény felé. Vendégem Horváth József, Jóci, azaz művész nevén Leon. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente Klubja. Azonnal kezdünk. Szia Leon, üdv klubban! Szia Levente, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Örülök, hogy itt vagy, és azért is örülök, hogy itt vagy, mert a te történeted egy olyan sztori, ami azt bizonyítja, hogy nagyon lentről indulva is az emberből lehet ember, és lehet sikeres emberré válnia. Ugye neked tetoválószalon van Németországban, Igen. csomó alkalmazottal, tehát hogy igazán felvitt az Isten a dolgodat, hogy így fogalmazzak, de hogy nem így indult az életed, és erről szeretnék veled beszélgetni. Ráadásul ugye van egy zenei karriered is, amiben feldolgozod a, a múltadat, a múltban történt hát, traumákat, és uh, tragédiákat. Úgyhogy ezek uh, nyomán szeretném majd haladni a kis uh, történeteddel, hogy a nézők uh, lássák, hogy uh, a legsötétebb bugyorból is fel lehet lába, ki lehet lábalni és uh, fel lehet állni. Rendben. Jó? Figyelj! Uh, ugye, a, ahogy te azt nekem leírtad a, a leveledben, a bemutatkozó leveledben, te uh, vidéken nőttél fel. Aj, hát uh, ugye én Budapesten születtem, hm. uh, nekem a legkisebb gyerekkori emlékem az az, hogy uh, Édesapám sanyargatja édesanyámat Budapesten, és az ő állítása szerint, mert én azokon a meséken nőttem fel, amiket édesanyám elmondott, mert én nagyon kisgyerekkoromtól kezdve az erőszak kísérte az életemet, úgymond. És édesanyám azért az olyan dolgokat, amikre én nem emlékeztem, vagy nem is tudtam róla, ő az, ezeket nekem mindig így mesélte, a fejemhez vágta, ugyebár, mert édesapám miatt ő nagyon sokat szenvedett. A szüleid mivel foglalkoztak, vagy milyen környezetből érkeztek ők? Hát édesapámról ugye nem tudok semmit. Ő csak egy ilyen emlék foszlányokba van meg a fejemben. Édesanyám, ha jól emlékszem, akkor ő, ő háztartásbeli volt, illetve konyhán dolgozott Mm -hmm. Akkoriban. Az, hogy az édesapád csanyargatta az édesanyádat, ez pontosan mit jelent? Tehát, hogy neked a anyukád mit mesélt el, vagy a fejedhez mit vágott ő, azt mondta, hogy ez miattad történt tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy a te megérkezésed szakította félbe az ő kapcsolatukat, vagy, vagy mi volt, amit a fejedhez vágott, és mik voltak a csanyargatások? Mm. Hát azt tudni kell, hogy mi hatan vagyunk, testvérek. Akkor, amikor édesapám ma volt édesanyám, akkor voltunk meg hárman, azt hiszem, bátyám, én és a hugom. Hát nekem gyerekkori foszlányok, ha becsukom a szemem, mai napig fel tudom idézni, hogy mi történtek igazából. Ö, arra tisztán emlékszek, hogy kurvának kellett hívnom édesanyámat. Az volt a neve. De az apukád mondta ezt, hogy igen. kell az anyukámat? Igen, meg hát rengeteg ilyen elég rossz dolgokra emlékszek, amik, amik akár sokkolók is lehetnének nem tudom, mondjak egyet-kettőt. Hát, hogyha nem, nem okoz nehézséget, akkor megköszönöm, hogy értsük, hogy miről van szó pontosan, de hogyha ez neked probléma, akkor nem erőltetem. Hát... Hát Fater mindig mesztelen járkált a, a házba, kiült az ablakba, le akart állandóan ugrani, meg akart ölni magát, folyamat az ordibálás, és ezeknek a rezgései mai napig azért, hogyha becsukom a szemem is, hogy kicsit úgy az azért be tudok tőle feszülni, úgymond. Kásprével lefújta, megvakította őt, ilyenek, ütötte, vágta, úgyhogy bezárkózott az egyik szobába, ő rátörte az ajtót, ilyenek, dobált engem, velem súlyzózott, volt olyan, hogy elejtett, ilyenekre az így emlékszek. Mm -hmm. Ők uh, ittak alkoholt, vagy fogyasztottak vagy no, bármilyen hittószert, vagy pedig pontosan. ez egy alapállapot volt? Arra nem emlékszem pontosan. Mm -hmm. Akkor édesapám éles fegyvert tartott otthon, arra is emlékszek, hogy azzal játszottam. Mm -hmm. Ilyenek. Mm -hmm. És ebből a kapcsolatban kiszakadt, hogyha jól tudom, úgy Hogy elmenekült. Jobban mondva, igen. Mm -hmm. Bocsánat, hogy a Nyugodtan, hát beszélgetünk. És vitt uh, magával titeket, ugye? Igen, hát én nekem rémlik olyan, hogy az utcán aludtunk, meg uh, kéregetett, úgy tudott nekünk venni éppen ezt, azt És Ha jól emlékszem, akkor éppen összekuldult annyi pénz, hogy vonattal el tudjunk menni. Uh, Hajdúbiar megyébe, Debrecen mellé létovértesre, mert ugyebár a édesanyám család, az édesanyám ágáról a családja oda uh -huh. és oda. És oda már Fater azt hiszem követte, egyszer kikapott, ott édesanyám rokonságától, aztán szerintem így, így szállt le róla nekem ez a tudomásom erről a sztoriról. Uh -huh. Azt hangzik el az egyik dalodban, hogy ami a cigánsoron történt, ott is kellett volna, hogy maradjon. Tehát, hogy ti a cigán soron nőttetek fel ezt követően? Igen, azt tudni kell, hogy létvértesnek azért vannak elég rossz környékei, negyedei, úgymond, és mi igen, hát szóval mi ott rá voltunk szorulva. Igazából mindegy, hogy hol, csak lakjunk valahol. Sokáig mamámnál laktunk, mikor ő még így elme állapotában jól volt, mert tudni kell, hogy ő halála előtt évvel egy kicsit így begolyózott, vagy hogy mondjam, szóval megállapították, hogy valami nem okés nála. Mm. Hát nyilván édesanyám családja próbálták anyámat segíteni, úgy velünk. Neked édesanyám ezért is csapódott uh, annyi fele, vagy hogy mondjam, ezért is vagyunk hatan testvérek, és abból egy édes testvérem van, szóval hogy mm. mindenki más apától van. Valahol ezzel az észszel, 30 év távlatában, 25 év távlatában, ahol megértem őt, de valóban nagyon sok minden miatt hibáztatom is. Az édesapáddal azóta, mióta te felnőtt lettél, próbáltál kapcsolatot nem teremteni? Nem tudok róla semmit. Nem is próbáltad felkeresni ne, és nem, beszélni nem, nem, vele? Nem lenne jó vége szerintem. Uh -huh. Hogy ő se próbált titeket keresni, akkor nem, hogy... nem, egyáltalán nem. nem. Szerintem már meghalt, hmm. mert hát elég idős volt már akkor is. Mm. Szóval, édesanyám is ő közt volt valami 15-20 év, valami mm. ilyesmi. Édesanyáddal a kapcsolatod az egyik dalod szerint, az anyámhoz fordulva című dalod szerint, mm. hát nem a legszebb és nem a legjobb. Tehát vannak benne azért olyan részek ebben a dalban, ami, ami arra vonatkozik például, hogy hiába mondják azt, hogy az anya kvázi csak egy van, nem gondolod, hogy ez bármit is jelentene az életben. Sőt, olvasok fel a dalból bocsa a felolvasásért vers mindenkinek óra következik. Hm. Istenem, kérlek, adj nekem egy választ, a fájdalom megbénít és mindent eláraszt, miért nem érzek semmit, amikor anyámra gondolok? A gyűlölet a szánalom, ami bennem kavarog, jöhet a duma, hogy tiszteld édesanyád, csak senki nem tudja, hogy hanyas is a kabát, én csak áhítottam az otthonom melegét, azt szerettem volna, hogy ő legyen a menedék. Tehát a te kapcsolatod az édesanyáddal, az, az ennyire megromlott? Hmm. Hát az a baj, hogy nem 34 évesek, is nem nagyon tudok. Boldog pillanatot felidézni vele a kapcsolatban. Hmm. Csak azért is vettem fel ezt a kérdést, mert tulajdonképpen ugye ő kimenekített benneteket ebből a, ebből a, a családi hmm. körülményből, ugye gyerekkorodban, és ugye azt gondolnám, hogy, hogy tulajdonképpen még ezért hálásnak lehet lenni, hogy nem hagyott ott. ott az édesapáddal, hogyha ő ennyire hasadt személyiség volt. Igen, ez, 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 valóban egy pozitív dolog tőle, hogy sose dobott el minket. Állítólag egyszer vettek el tőle minket egy pár hétre, de ő addig ment, amíg vissza nem szerzett, vagy hogy mondjam ezt. Aztán, amikor és leköltöztünk, és ott külön a voltunk, akkor volt egy olyan eset, hogy elvitték őt a rendőrök, mert az édesapámmal nem tudom, tizen évvel ezelőtt csináltak valami hülye balhét, hmm. és beért az ügy, és elvitték tőlünk őket, és ott, ott maradtunk hárman testvérek házba egyedül, több napon keresztül, igazából addig, addig, amíg nagynéném nem jött át, és nem vett magukhoz igazából arra az időre, míg ők nem jöttek haza. Hány hmm. éves volt ekkor? Kilenc, tíz, valahogy így. Ugye ebben a videoklipben, a, az anyámhoz fordulva című videoklipben úgy tűnik, hogy te tulajdonképpen valamiféle családfenntartóként is funkcionáltál egy időben. Tehát, hogy ö, a dalszvegből azt olvastam ki, meg azt értettem, hogy te tulajdonképpen loptál azért, hogy a testvéreidnek legyen ételre pénz. Is. Igazából hogy mondjam ezt, ö... mikor éveken keresztül folyamat az erőszakot látod, hol a bátyám ütötte a feleségeit, barátnőit, hol a mostoapám molesztálta anyámat, hol a mostoapámat verte össze a bátyám, hol a bátyámat akarták megverni éppen a helyi romasrácok és folyamatosan ment a verekedés, ment a baj, ment a, a kapával, a, 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 meg a szurkálódások, meg, meg ezek a meg a kamatos, uh, uzsorás, kamatos romák is, ugye bár, hogy édesanyám, mikor most apámat eltemettük a haláleset után. Csak tisztázzuk, hogy a nevélapádról van, van szó, nem az édesapádról van szó, csak hogy értsék a, a, ja, a nézők is, hogy pontosan kiről is van szó. Igen, az öcsémnek a, az édesapjáról van szó. Um, Érdekes, hogy, hogy, apádnak hívod. Tehát ő, ő volt az, aki te apádnak tartottál, vagy pedig, Ö, vagy pedig minden nevül apádat abban apádnak abban, hívod. Akkor, abban az időszakban igen. Bár nem is értem magamat sem, mikor ő nagyon-nagyon egy undorító ember volt velem. Szóval, hogy ő nagyon sokat megvert. Ilyenekért, hogy vett kaptam egy tornacipőt, elmentem ugye már az iskolába, fociztam, felszakadt, haza, nem mertem sokszor hazavinni. És amikor hazavittem, akkor volt, egy órákon keresztül szíjjal, ami belefért. Szóval, hogy nagyon sokat kikaptam tőle. Szerintem apámat látta bennem. Uh -huh. Az agresszió, ami körülvette a családot, ez szerinted minek köszönhető? Tehát ennek voltak tényleges okai, vagy pedig egyszerűen csak egy feszültséglevezetés volt abban a körülményben, amiben éltetek? Hmm. Hát, nagyon sok minden nyom presszingelhette akkor édesanyámat, azt gondolom. Hát ugye bár, hát nem tudom, nem szeretnék politizálni még a hülyesség, de hogy azért a romák azért valamilyen szinten bele vannak kényszerítve abba a élethelyzetben be vannak. És én is ezért védem sokszor őket, mert én is ebben nőttem fel, hogy egyszerűen el voltak lehetetlenítve. Szóval igazából, hogyha nem lett volna határ mezőgazdasági munkák, akkor ilyen haltunk volna és valahol ugye bár ott voltunk négyen a nyakán, édesanyámnak, bocsánat, öten, nyilván ö, el kellett minket tartani a kamatos pénzkért, azoknak meg kellett adnia, kaptuk, kaptuk ugye ránk a családi pótlékot, az egy nagyon kevés pénz volt, és valahogy mindig valahogy biztosan azon volt, hogy kihozza a dolgokat, hogy mindig meglegyen minden, legyen fedél a fejünk fölött. Csak én azt gondolom, hogy mindig rossz embert választott. Azért furamit amit mondasz, mert a videóklipben az anyámhoz fordul a videóklipben, ezt elmondom még szó szerintem a beszélgetés alatt. Ott ugye van egy jelenet, amikor is a nem tudom, szerintem a abádat játszó színész ordítozik az édesanyádat játszó színésznővel, hogy miért nem megy el dolgozni. És ugye a, a, színésznő azt mondja, hogy ő otthon takarított, és tulajdonképpen ez volt az ő munkája. Tehát, hogy anyukád nem is ment el dolgozni, vagy végig ez egy fikció, amit tudni kell, hogy beteg, és folyamatosan ilyen lelki, meg ilyen szellemi problémákkal küzdött, így emlékeim szerint ő nagyon sokat rosszul volt, pánik, betegsége volt, nem szeretett tömegbe menni, az emberektől iszonyodott, vagy hogy mondjam. És én nem nagyon emlékszem arra, hogy ő valamikor is úgy dolgozott volna. Igazából most, pár éve kezdett el dolgozni. Szóval ő mindig ez az, az otthonülős asszonyka volt, aki úgy nagyjából rendbe tartotta a házat, megfőzött, hogyha éppen volt miből, és akkor mindig a férfitől várta el az, hogy eltartson minket. De a cigány soron ott van lehetőség munkára, vagy pedig, vagy pedig nincs is lehetőség? Tehát, hogy azért élnek úgy, ahogy, mert nem akarnak dolgozni, vagy azért élnek úgy, ahogy, mert nincs lehetőség dolgozni? Hát, ha van is lehetőség, akkor az nagyon egy... Nem egy álommunka igazából, én most apámra emlékszek a... A sírásoknál dolgozott. Szóval a kemény fizikai munka van ott ezerrel, gyárak is vannak ott a környéken. Hát igazából, aki, aki élelmes és talpra esett, és nem büdösnek a munka, az nyilván talál, és addig megy, amíg nem dolgozik. Hát ugye, bár én nem láttam ezt a példát, az baj. hogy én, én, att, én attól lettem dolgos, igazából, hogy nekem gyerekkoromban az akkori büntársam, a Bandikájék, ők voltak nagyon egy dolgos család. Szóval ők tényleg, ők, ők, ők. náluk az volt a beosztás, hogy reggel felkeltek, nyolc órakor és már kilenc órakor mentek palántázni, a ház körül a dolgok, szóval mindenféle mezőgazdasági dolog, a ház körül az apjuk mindig nézett nekik munkát, és ugye ugyebár én, én szerettem átjárni hozzájuk, és én ezt láttam el. Szóval én, én a gyerekkoromat nagy részt ott töltöttem náluk. Uh -huh. és Ez így rám is rám ragadt, hogy mentem segíteni mindig, meg ilyenek. Az alkohol és a tudatmódosítószerek mennyire jellemzik egyébként a cigánysort? Tehát, hogy az létezik, és az valós, hogy még az alkohol kvázi egy ilyen tudattompítóként nagyon aktívan jelen van, vagy ez csak egy feltételezés, egy sztereotípia? Mm. Hogy mondjam, az én gyerekkoromat nem kísérte ez végig. A drog biztos, hogy nem. Mondom, most apám egy nagyon alkolist ember volt. A hugomnak az édesapjáról beszélek ő elment dolgozni, megkapta a keresetét, és úgy jött haza, hogy full be volt rugva, és nem volt sok, nem maradt sok pénze. Szóval, hogy aztán ott megment a veszekedés, ugye bár édesanyám is ő közte. Emlékszem, volt egy olyan éjszaka, hogy bátyám nem volt otthon, és hajnal 2-3 óra fel arra keltem fel, hogy molesztált édesanyámat. Gondoltam, akar, gondolom, akart tőle akkor valamit, édesanyám meg nem. És már addig hallgattam ezt, hogy egyszerűen már nagyon-nagyon ilyen felidegesített, beszaladtam a szobába, ráugrottam a két kezére, a lepedő alatt volt, vagy a takaró alatt volt, és addig ütöttem a fejét, amíg csak bírtam. És így, így leszállt. Édesanyámról szó, szóval, hogy béké hagyta. És igazából elgondol, hogy meg szóval megszörnyűködtem magamon is, hogy én már 11-2-3 évesen ilyenre képes vagyok, hogy meg lehet 30, 30 éves embert olyan kis termetem lété, le, létemre, hogy, hogy ilyet tettem. Hm? És azt gondolom ez annak a behatás, hogy folyamatosan ment körülöttünk a balhé. Iskolába hm. hogy tudtatok járni? Volt erre lehetőség? Volt persze. Én nagyon szerettem iskolába járni. Igazából én a labdával keltem, labdával feküdtem. A futball az végig kísért az egész gyerekkoromat. Nagyon tehetségesnek tartottak engem. Um, imádtam Juliba járni. Nyilván azt a részét már nem, amikor kiközösítettek, mert én voltam az új fiú a városból, és bár pár nem volt rossz eszem, meg, meg akkor ott, 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 úgy felismerték bennem a tanárok ezt a rajztehetséget, vagy tudást, hogy hogy is mondjam ezt, mert elég sok rajzversenyt megnyertem ott. Illetve volt olyan is, hogy rajzversenyre nem mehettem, mert annyira rossz voltam, hogy... Szóval ez a feltűnési viszketegség, ez ugye bennem volt a fi figyelem hiánya, és nagyon rossz dolgokat csináltam, szóval alsóban is harmadik, negyedikben már igazgatóim volt, mert letörtem a WC csempét, mert leskelődtem a lányok után, szóval ilyen hülyeségek voltak. De száz, egy szó, mint száz szerettem iskolába járni, igen. És a verekedésed beszivárgott egyébként az iskola életedbe is? Tehát amit otthon láttál, agresszió, az, az, az ment veled az iskolába? Hát talán az is iskolába ez nem volt jellemző. Azért én mindig próbáltam magam visszafogni társaságban, meg én sose éltem vissza azzal a fölénnyel, amit úgy tudtam, hogy tegyük fel tőlem kisebbek vagy gyengébbek, én ezzel sosem vissza. de volt rá lehetőség. Szóval, hogyha arról volt, hogy meg kellett magam védni, akkor megvédtem magam. Téged ugye azt mondod, hogy támadtak azért, mert ugye a városból érkeztél, és az új fiú városból, de közben a dalban, ugyanebben az anyámhoz fordulva című dalban benne van, hogy te tulajdonképpen olyan ruhába jártál iskolába, ami már szakadt volt, viseltes volt, és ezért is téged piszkáltak erre a mondatra jellemzőek az inkább a középiskola volt, ott kinéztek eléggé rendesen, meg, meg tényleg oda úgy, igazából oda középiskolába úgy tudtam elmenni, hogy a kollégium az igazgatónak megesett rajtam a szívem, mert ö, felhívtuk, hogy nem tudok sajnos iskolába menni, mert nincs pénzünk, és mondta, hogy semmi akadálya, a gyerek jöjjön, csak legyen annyi pénz, hogy eljön mindig, meg mm -hmm. legyen nála mindig annyi pénz, hogy hazamegy és kaptunk, kaptam igazából egy ilyen ösztöndíszerű dolgot, nekem tízezer forintot beosztottak egy, egy hétre mm. a szilencium vezetőm. Szóval ilyen téren kaptam segítségeket, és ezeket soha nem fogom elfelejteni. Volt az életetekben egy tragédia, ugye a, az egyik nevelő apád öngyilkosságot követett el. Igen. És jól tudom, akkor ez a te szemed látára történt. Igen. Mesélsz el egy kicsit bővebben, hogyha ez nem teher neked? Ez úgy történt igazából, hogy ez, a, ez, azzal össze kapcsolható, amikor édesanyámat elvitték a rendőrök, mert Pesten volt valami tárgyalásuk a régi ügyükből kifolyólag, és akkor az a, akkori most apám, az öcsémnek a, az abukája Pesten dolgozott, mint kutyás őr, vagy hogy is mondjam ezt, és édesanyámmal ők valahogy nők együtt jöttek haza. Csak közben édesanyám összeszűrte a levet a húgomnak az apukájával, és a, az öcsém apukája, most a pám, ezt megtudta. És uh, igazából az történt, de arra lettem figyelmes, hogy ül az ágy szélén, és kivágta a fejét a fotókról. És ez ilyen fura volt nekem, hogy mit csinálni, néztem. Aztán egy kicsivel később elindult a kamra felé, és magához vett egy hosszabb köteg zsineget, és elindult. És akkor én így kíváncsi voltam arra, hogy most ő hova megy, mit csinál, miért csinálja ezt, és akkor ilyen biztos távol volt, de követtem őt. És azt tudni kell, hogy az utca, ahol laktunk, vagy akkoriban voltunk, az egy olyan utca volt, hogy egy vízszintes utca keresztezte, és annak az utcának a pic fel egy méterre beje már egy nagy magas kukoricás volt. Mm. És ezt sose felejtem el, nyár volt, vagy jó idők voltak, és kukorica volt. És akkor bement így a kukoricásba. És akkor én így bementem, a, bementem utána, és így egy ideig legugolva vagy láttam, hogy ő merre sétál, vagy hogy merre megy. És akkor így követtem őt. Mindaddig, míg szem nem tévesztettem. Aztán így már azon voltam, hogy már én is áttévettem, és vajon most, most mit csinálják, hova menjek. És kimentem a kukoricásból egy útra, ami egy ilyen dombosabb út volt. És a dombosabb útnak ő pont a tetején járt. Aztán így elkezdtem én így sétálni, hogy úgy utolérjem, de már így nekem így az van meg így a fejemben, arra emlékszek jobban, hogy hogy felértem ennek a dombnak a tetejére, ő már ott, ott volt úgymond a fán. Mm. És hát most nem tudom így pontosabban megmondani, így nem emlékszek már hogy annyira, hogy milyen messze lehetett a domb tető attól a fától. Az arra biztosan emlékszek, hogy diófa volt, mert ezt a rendőrök is mondták. És igazából így végignéztem, ahogy ezt megcsinálja. Ő nem látott engem, én őt láttam. És addig néztem, amíg úgymond vergődött, vagy hogy mondjam ezt. Amíg így nem, Milyen furcsa, hogy végig merted nézni, és nem az ott, hogy elszaladtál, amikor így észrelt, hogy ez nem oké, okay, ami ott történik. Igen, mert akkor én nem, szerintem akkor én nem fogtam fel, hogy most ott mi történik, hogy, hogy ez mi. Te szóltál a családnak, hogy ott valami um, nem, nem, kerek? Azt tudni, hogy én gyűlöltem őt. Mert még egyszer mondom, nagyon hosszú, sokszor megvárt, nagyon sok minden ér. Szóval én nem éreztem egy pici fájdalmat sem, vagy egy pici semmit nem éreztem igazából, amit láttam, szóval hogy ez nem, nem rendített úgy meg. És mikor hazamentem, haza a találtam, akkor én ezt így mondtam, hogy apu, mert úgy átapunak hívtam, hogy ott lógott, meg vergődött a fán, de azt hitték, hogy így mm. És nem vettek komolyan. Aztán vállat fontom, azt mentem játszani a többi gyerekkel. Mm. És hát ez milyen hatással volt hosszú távon az, hogy láttál egy embert felakasztani saját magát, meg hogy látod a halált konkrétan tíz éves korodban? Ezt így nem tudom megmondani. Lehet, hogy nem tudom. úgy nem, nem félek semmitől igazából, vagy hogy mondjam ezt neked. Üm. Inkább ami engem megrázott, az az, hogy uh, az, hogy mindenki körülöttem, hogy ez hogy viselte. Szóval nagyon nagy gyász volt, nagyon nagy sírás. Édesanyámat ezt taszította szerintem uh, a legnagyobb mélypontban, hogy valamilyen szinten ezt, ez miatta történt. Mm. És uh, ezt végignézni, és ezt tudni. Nyilván akkor nem fogtam fel, meg akkor nem tudtam ezeket a történéseket, vagy ezeket a sztorikat, csak ezt így, így távlatból az évekkel később derültek így kilók, és így fogtam fel teljes mértékben a történéseket, hogy mi történt, meg hogy történt. Akkor ugye már ezekre nem gondoltam igazából. És az lepett meg, hogy miközben ő veled nem volt túlságosan kedves, mindenki más gyászolta, és iratta az ő távozását, vagy mi lepett meg a, a nagy gyászban? Az, hogy sírtak, és én nem tudtam sírni. Ezt kérdezem, hogy azért, mert hogy veled ugye, ahogy mondtad, nem volt túlságosan kedves ember, Igen, nem. És nem. ez lepett meg téged, hogy ennek ellenére viszont mindenki síratja. Igen, mit telenem ezt? Vagy én nem, nem éreztem semmit. Nem tudom, lehet, hogy már, már akkor így picit így ki égve, vagy én nem, nem tudom, hogy fogalmazni. Ami, ami így furább történés volt, hogy állítólag nem tudom mennyire hisztek, vagy hiszel a szellemekből, hogy engem megvert ő álmomban. Mert az történt, hogy a virasztalás éjszakáján én elaludtam, és arra keltem fel, hogy üvöltözök. És én erre egyébként nem emlékszek. Hm? Meg ilyen ízik, nem tudom, hogy ezek mennyire hihető dolgok. Én mondjuk nem láttam, de általában raktunk ki neki kolbászt, kenyeret, meg egy, egy, egy bontatlan sört kell. ez így a romáknál szokás. Uh -huh. Ugye és magával a túlvilágra? Igen, vagy valami, nem tudom. És képzeld el, hogy a sör elfogyott úgy, hogy nem volt kinyitva. Tényleg? Aha. Üres volt maga a doboz, ami le volt zárva? Igen, ez egy üvegső, és nem, nem volt üveg. benne. Érdekes. Igen, ez, ez nagy, ilyen, nagy, nagyon nagy portka szóval, hogy de uh -huh. ez tényleg csak ez így hallásból. Szóval ezt én nem láttam, nem, csak így, ez így megmaradt bennem, hogy ez a, szellemjárásban én hiszek, mert rengeteg így le, ö, így az életem során szígy lefagytam, meg volt én, hogy arra keltem fel álmomba, hogy mintha ott lenne valaki, és így ledermedsz. Szóval, hogy öntudatodnál vagy, de nem tudsz megmozdulni. Mm. És akkor is ez történt velem. Az időben egy kicsit előre fogok ugrani szerintem, de itt, szerint, itt fontos, hogy ezt megkérdezzem. Ugye te azt írtad nekem a bemutatkozó leveledben, hogy volt öngyilkossági kísérleted. Az, hogy neked ez a, az életednek része volt, szerinted összefügg azzal, hogy láttál öngyilkosságot gyerekkorodban. Tehát, hogy az, hogy ez ehhez volt erőd, vajon összefügg azzal, hogy szemtanúja volt egy hasonló esetnek? Hát akkor is abban a helyzetben, amikor voltam, és ezt, 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 megpróbáltam megkísérlen, akkor igen. Ez volt a legegyszerűbb módja. És az ötlet is gondolom akkor onnan, onnan jött, hogy nem lehet olyan vészes. Hmm. Ez hány évesen volt? Nagy-nagy fiú voltam igazából. Ott ott pont-pont bent voltam. Hmm. És ott azért, már nem tudom, meséljem el? Meséljük el, mert ide kívánkozik a témához szerintem ez a történet. Aztán majd kanyarodjunk vissza és beszéljünk a bűnözői ö, felcsepredésedről. Jó. Hát igazából ez, ez már... 18 vagy 19 éves lehettem körülbelül. Vagy nem, bocsánat, ez már 20. 18 évesen a fiatal a voltam, onnan szabadultam, és azután jöttem össze az akkori exemmel, akitől született egy kisfiam. Hm. És hát ugye azt tudni kell, hogy elég hamar eljártak ezen. Hamarabb ütöttem, mint kérdeztem, és ebből adódóan rengeteg bűnügy gyűlt össze a nyakamba. Rengeteg ilyen súlyos testisértés, meg stb. Olyan nehéz ezt elképzelni, hogy ülsz velem szembe, és egy ilyen tök szelíd fiú van velem szembe. Közben esett ezeket a tarikat, és nehéz elhívni, hogy ezt tényleg, tényleg ilyen voltál, vagy tényleg ennyire agresszív voltál. Nagyon sok évet dolgoztam azon, hogy ezt kijöjjön magamból igazából, vagy hogy ezt, ezt, teljes mértékben elnyomjam, ezt az énemet, vagy ezt az oldalamat, ezt az önképemet inkább. Hát igen, szóval így most így visszaemlékezni dolgokra, nekem is olyan furán hangzik a szám, hogy fura így mesélni róla. Bocsát, hogy közben szóltam, szóval 18-20 20-21-22 éves lehettem, igazából azt tudni kell, hogy én azelőtt voltam fiatal kurva. Szóval a sorrend az így volt, hogy nevelőszülők, aztán édesanyám vissza, utána megcsináltuk a hülyességeket, ott elkaptak minket, bekerültünk, bekerültem fiatalkorúak, javítóintézetébe, Debrecenbe, ott voltam egy év, öt hónapot, vagy egy év, nyolc hónapot, valahogy így, ott megcsináltam egy bűnvádit, a legjobb barátomnak kivertem a fogait, mert egy tőle kisebb gyereket nem hagyott békén, el akarta venni a játékát, vagy valami ilyesmi volt, és én figyelmét. Hát egy NPR-ben játszott igazából. Ha? Most én bent, bent, mindig védtem a kicsiket, meg az hmm. újoncokat bejöttek, emlékeztem magamra is, hogy bementem, és akkor úgy rossz volt az egész, hogy vagy zárva egy helyre, nem tudod azt, hogy igazából akkor fogtad fel igazából, hogy mi az, hogy család, vagy hogy hiányoznak. Hmm. És akkor ez a srác nem hagyta békén a, a, kisgyereket, és kiküldtem a mosdóba, hozzá már fel a felmosóvedret, kimentem, kettőt rávágtam ilyen paulosan, tekkenesen. Aztán kiúlott a foga szájában, és akkor úgy jött a büntetés végrehajtási intézet, Debrecen BV. Ott kaptam egy nagyon rossz jellemzést, és ott kaptam letöltendőt, és úgy üttek fel utána tökölre. Hát ez egy kicsit korábban volt, aztán onnan szabadultam, jó maga viselettel, pártfói felügyelet, aztán tudtam azt, mert tököl az egy elég kemény hely volt, nem tudom, kanyarodjak ide ki esetleg, vagy ezt kicsit később mondjam el. Mondja, hogy ha már itt tartunk, de majd szeretném az egészet feldolgozni az elejétől kezdve, hogy hogyan is kezdtétek el a, a rossz fiúskodást, vagy ezeket a, Aha, a jó, dolgokat. Szerintem visszamegyek, a, vissza, visszaugrok oda a, az öngyilkossági kísérletig. Hát igazából az történt, hogy ugyebár nekem az a lány, aki megszült a kisfiamat, nekem az volt az életemben az első olyan pont, hogy felfogtam azt, hogy nekem felelősséggel tartozok egy élet iránt, illetve próbáltam megfelelni a lánynak, próbáltam megfelelni a lány szüleinek, akik elég magas mércét hát akkor nem állítottak könnyű. fel nekem. Most fiatalkorakból szabadulsz, tele van az elkölcsi írva. Ezért mondtam, hogy nem lehetett könnyű megfelelni, hogyha magas volt a mérce ezzel a háttérrel, ezzel a múltal. A szülei ezt nem is tudták, hogy ezt később ja. mondtam el a lánynak, hogy én egyébként mikbe voltam. Ez egyébként Eszelgom, Komárom Esztergom megyébe volt. És hát igazából szar, szar, volt úgy élni, hogy tudtad, hogy mindig van egy büntető ügy a nyakadba, és bármikor ilyet az idézés, bármikor visszaítélhetnek téged. De én ebbe a lányba beleszerettem, megváltoztam, megjavultam miatta, normális munkát vállaltam takarítóként dolgoztam két alkoholis törragasszonyol a Tesco-ban, 73.500 forint volt az első fizetésem, és örültem, boldog voltam, hogy van egy lány, akit szeretek, az ő családja akkor így úgy tűnt, hogy befogad, dolgoztam, és én azt gondoltam, hogy én így, így el is vagyok. Csak ugyebár jöttek ezek a minek eszik ennyit, dolgok, elfogyott a pénz, amit hazadtam, akkor miért nem megy több pénzt keresni, miért nem megy még el ide, fusizni, oda fusizni, hmm. és akkor folyamatosan a férfiasságomat bántották, az, az önbecsülésemet úgymond, és folyamat tűztek a lány mellől, hogy miért nem jöttél össze ezzel, gazdag, és akkor ezeket így hallottam, hazamentem éjszakás műszakból, és akkor arra keltem fel, hogy meddig lesz még itt, meg ilyenek, szóval, hmm. hogy ez ilyen eléggé lélekromboló dolgok ezek. és A lány szeretett, én is szerettem őt. Hát meg volt egy gyerek, nem? Ez kicsit később, később, később jött, aztán nem tudtak minket elválasztani, mert teherbe esett a lány. Uh -huh. Én igazából én már akkor felfogtam, hogy igazából nem jó dolog ez, hogyha megtartjuk, mert én tudtam, hogy előttem még vannak dolgok, ügyek, hogy mi lesz akkor, ha vissza kell mennem. És hát a lány is akkoriban nem dolgozott, igazából ez egy az ő részére szerintem egy felelőtlen döntés volt, de nyilván én nem menekültem ezelől a felelősségvállalás először, szóval próbáltam mindent megadni. És valahol így is kezdődött ez a bűnbeesés, hogy, hogy muszáj volt valamit csinálni, hogy megfeleljek annyi pénzt az adni, vagy valahonnan annyi pénzt csinálni, hogy, hogy saját albérletünk legyen, el tudjam őt vinni az anyukájáéktól, különálló családom legyen. Ahol, ahol, én vagyok a férfi, ő, a nő, és akkor van a gyerek. Csak mire ezt kialakítottam, addigra jött az idézés. Szóval ez egy ilyen, ilyen örfi törvénye, úgy, hogy is mondjam, hogy nem a legszerencsésebb dolog volt. És akkor betelt a pohár? nem, ugye bár jött az idézés, volt három hónapom a halasztást, megkaptam a halasztást, és ezt a három hónapot nyilván arra áldoztam fel, hogy minél több pénzt gyűjtsek nekik arra az időre, még én bent vagyok. Itt, itt ment minden, itt ment a dílerkedéstől kezdve a, a prostitú, prostitúcióig, mármint hogy volt, dolgoztak nekem lányok, stb. Igazából minden eszközt megragadtam arra, hogy minél több pénzt gyűjtsek össze, illetve hogy az ő elvárásainak megfeleljek. Az pedig úgy szólt, hogy ha az édesanyáméhoz leköltöztetem, akkor szép nagy tévét veszek neki, megcsinálom neki a szobát, internet, pénzt adok neki, meg minden ilyen dolog, hogy ez az egy, egy év pár hónapra ítéltek be igazából, hogy ő ezt kivárja ott. És ez úgy történt, hogy mindent megteremtettem, mindent megteremtettem neki, készpénzt hagytam nála, bevásároltam, aztán eljött a bevonulás napja, a kisfiam akkor volt, azt hiszem, egy éves, vagy valahogy így bevonultam, aztán onnan felszállítottak az anyabörtönbe, ami elég messze volt, így tudtam azt, hogy ők valószínűleg beszélőre nem fognak hozzám járna, így tudtam azt, hogy valószínűleg egy évig nem is fogok őket látni. És amíg ben voltam, ugye nekem a levél, a kapcsolattartás, az, 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 jelentette a mindent, szóval, hogy valamilyen szinten tapasztalatom már volt, szóval az, hogy a benti farkas törvényeket túlélni, azok már úgy mentek, szóval tudtam, hogy mi a, mi a lényeg oda bent, hogy ne szálljanak rá, szóval, hogyha felálltál magadért, vagy kiálltál magadért, akkor úgymond békén hagynak. Mm. És ez a dolog, hogy ő hátat fordított, fordított nekem, és elment igazából egy másik férfival otthonról tőlünk, mert Kiszi várgott, hogy megtudta igazából, hogy nekem dolgoztak lányok. És ő ez miatt így bosszúból tette, amit tett, amit meg is írt nekem. Most ezt nem szeretném annyira részletezni, mert... Ugye ez... féltékeny lett attól, hogy neked lányok dolgoztak? Igen. De ezt hát ő erről nem tudott, ugye? Hát jó, de az nem jelenti, hogy a lányokat te voltál, hogy dolgoztak neked, vagy de? Hát az a baj, hogy az egyik lány ő felhívt őt, és bizonyos dolgokat mondott neki. Hmm? Szóval való, én nem is beszélek mellé, én igen. Megcsaltam őt. És ő ezeket megtudta, és bosszúból tette, amit tett. Csak abban nem gondolt bele akkor, hogy ugye én bele voltam valami szerintem kényszerítve egy ilyen helyzetben, mert hogyha azt mondja nekem, hogy figyelj, lehetsz te a koldusabbnál is koldusabb begér, akkor is szeretlek, és veled megyek a legutolsó putri házba, akkor nyilván ez nem így fog történni. Akkor azt a három hónapot szegényesen is, de együtt töltöttük volna, és hogyha neki nem lettek volna ilyen nagyok az igényei, akkor nem történt volna semmi. Jó, csak te meg így szeretted őt, tehát, hogy ezekkel az igényekkel valójában, nem? Tehát, hogy nyugodtan mondhatod volna neki. Jó, de nyugodtan volna neki, hogy te figyelj, ezt nem tudom neked garantálni, értem, hát, hogy a férfiasságod a csorba esik ilyenkor. Tehát, hogyha ez neked nem elég, amit én tudok adni, akkor lehet, hogy nem vagyunk egymáshoz illőek, vagy valóak. Hát ott volt a kis jó is, szóval, mm -hmm. hogy az a baj, ezt így nem így máshogy fogtam fel, inkább beáldoztam azt a pár hónapot, és megtettem mindent azért, hogy meglegyen nekik mindig, mert, mert szerettem, és igazából féltem attól, hogyha bemegyek, hogy ő valaki másé lesz. Szóval ez, ezek így pisztolyt tartottak úgymond a fejemhez, hogy ezeket így, így kellett valahogy tennem. Ezt éreztem a leghelyesebb döntésnek. És akkor eltelt egy pár hét, és akkor kaptam egy levelet, és ő hogy mit csinált hogy, csinált, hogy csinált, miért csinált. Én kaptam ott egy időgösszeroppanást, három, két vagy három fogva tartott zárkatásammal történt ott egy verekedés, és akkor ezt halva megnyomták a csengőt, és hogy az a börtön kommandó, hogy hogy mondjam, ezt így azt vettem észre, hogy már ütnek, vágnak és úgy megvertek, hogy másfél napig el mindenkitől egy fogdán, egy bibliával a társaságomba. Aztán ott fájt mindenem a lelkem, fájt a testem, és ott azt éreztem, hogy már nem akarok tovább élni. De ez volt az idegösszomlásnak a gyógyítása, hogy téged elzártak egyedül egy bibliával tulajdonképpen. Tehát ahelyett, segítettek volna bár, hogy ez volt a segítség, hogy te magányba... Magány be... úgy fogták fel, hanem úgy fogták fel, hogy védséget követtem el, és ezért ugye már, hogyha valaki bent védséget követel, akkor fogd el, fogda el, jár neki. Hmm. Aztán jön egy ilyen fegyelmi tárgyalás, ahol megszabják azt, hogy hány hetet, vagy napot, vagy stb. lehet. Csak engem úgy megvertek, hogy ha kiengednek onnan, akkor látják, hogy... Ezért nem attól féltek, hogy büntető eljárást indítok a... A bent az őrök ellen, vagy hogy hmm. ezt. Hmm. Hát ez, ez, ez egy ilyen bevált módszer oda bent, hogy így tusolják el a dolgokat, szerintem. Tehát akkor összeverve és lelkileg is eléggé megviselve voltál el egyedül ebben a, a magánzerkában, vagy fogdában, vagy nem tudom, mire hívják ezt pontosan, egy Biblia társaságában, és ott tehet bebóhár konkrétan, igen, tehát igen. ott volt az szóval a pillanat, amikor ott úgy érzed, nincsen tovább. Azt gondoltam, hogy legegyszerűbb lesz, hogyha fogom és véget vetek mindenek. fogom, megnyomom a gombot, és kikapcsolom minden. És ezt meg is próbáltam. Mm. És a, megfogtam a kötelet, a kötele, tehát nem, az ez egy, egy túlzás. A lepedőnek, a lepedőből csináltam egy ilyen erősebb, stabilabb kötelet, és azt gondoltam, hogy stabil, de közben nem volt az. Még az úgy, úgy, úgy értem túl, hogy elszakadt. Mm. Tehát ugyanaz a módszer, amit találtál gyerekkorodban konkrétan? Um... Majd, majd, hogy nem. Mm. Azért nem, mert ugye már a plafóról nem lógott semmi. Pont mm. ezért, hogy oda ne tudják magukat. Szóval valamilyen szinten egy ilyen biztonsági. Ki volt ezt találva? Igen, szóval ott azért nem lett csak úgy, hanem a rácsra ö, erősítettem ezt a kötelet, és igazából így előre döltem. Szóval a saját testűmmat engedtem rá a, köte, a erre mm. a lepedőre. Mindaddig, amíg így el nem vesztettem az eszméletemet és arra keltem hogy így belecsapottam a betonba. Szóval, hogy... Ja. Mm. Aztán úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy, ez egy, nem potyára történt így. És elkezdted olvasni a Bibliát, ami nálad volt? Hát igen, vagy szerintem vagy tízszer kiolvastam. Mm. És ott elkezdtem imádkozni, fohászkodni az Úrhoz, segítséget kérni tőle erőt, hogy adjon erőt nekem. És igazából elke, elkezdtem edzeni, hogy felállok erről a padlóról, nem adom fel, megmutatom. És igazából ott fordult meg, meg, meg a fejemben. Igazából ott határoztam el magam, magamban azt, hogy elég volt, hogy soha az életben többet nem leszek olyan helyzetbe, olyan kiszolgáltatott helyzetben, hogy én nekem bárki is bármit megmond, vagy bárki is bármit uh, megszab. És ott egy ilyen, ott, ott, ott igazából ott majdnem, hogy mondhatom azt, hogy meghalt a lelkem, szóval nem éreztem semmit te közben, se fájdalom, se sajnálatot. Ott teljesen, teljesen kijött belőlem ez az egész mindent. Tehát akkor a, a Biblia az Istenhez való hűség, ami kialakult, ez hozott ki téged tulajdonképpen ebből a mélypontból. Ugye jól értem én ezt. Illetve az, hogy én, én nem tudom, hogy ez mi, vett, mi, mi vit rá. Talán az, amikor javító intézetben megmutatták nekünk ezt a vonzástörvénye nevezetű kis YouTube videót, és én elkezdtem megálmodni a jövőmet igazából bent. Szóval, hogy most ez ilyen, lehet ilyen furán hangzik, de én minden egyes éjszakai, minden egyes reggel, igazából napközben is amikor rengeteg időm volt gondolkozni, akkor én megterveztem az életemet, és elhatároztam, és, és megálmodtam, vagy elhittem azt, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni. Azt pontosan nem tudtam, hogy hogyan, de azt tudtam, hogy ö, szép életem lesz. Szép barátnővel, szép autóval, szép házzal, mindig lesz pénzem, soha nem fogok... Ö, ilyen életet él, úgymond. Mm. én úgymond. Most visszagondolva, meg azok alapján, amiket elmondtál, olyan fura nekem, hogy ösztönösen éltél. Tehát, hogy nagyon fontos volt ugye a szerelem, az, hogy megfelelj, az, hogy akkor együtt maradjatok, az, hogy ezt a dolgot ezt így, ezt így hozd, megteremtsd a lánynak a, a, a alap, alapot a, a közös élethez. Tehát ez mind-mind egy ilyen nagyon ösztönös reakció, nagyon fiatalos ösztönös reakció. És a vonzás törvénye az pedig egy tudatos reakció. Tehát az pedig az, hogy akkor kitalálod, hogy merre fogsz haladni, mit fogsz csinálni, megállsz, tükörben nézel, megnézed, hogy mi a te tehetséged, miből tudsz te kamatoztatni. És gondolj bele, mennyivel egyszerűbb lett volna egyébként abban az időben a tetovállással is foglalkozni például, és akkor azzal keresni a pénzedet, nem pedig lányokat futtatni és dílerkedni. Hát igen. Hát most mondhatnám azt is, hogy ide visszamennék és visszacsinálnám, de való inkább meg nem. Mert ha én ezeken a dolgokon nem megyek keresztül, akkor igazából nem lennék ma ilyen. Persze. Összesen négy és fél évet voltál bezárva, hogyha jól tudom. Igen, és jól, jól kalkuláltam ki. Ugye javítóval kezdődött, ezt mondtad. Aztán fiatalkorúak börtönem, egy felnőtt börtön. Um, sok kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy milyen stiklikkel kezdtétek a, a bűnözést. Ugye mondhatod, hogy volt egy bűntársad, akinek a családjának kvázi sok időt töltöttél, mm -hmm. ott nevelkedtél föl. Mivel kezdtétek ezt? Ugye a videoklipben a... A, 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 kisfiam, a Ő játsza. Tényleg? A gyerekkori szeretemet, igen. Tehát hasonlít rád, úgyhogy akkor ez jó, jól állítottam meg. Az anyámhoz fordulva dalban, ugye ott benyúl a kisfiad, aki a te, te, gyerekkori énedet autóba és pénztárcát lop Tehát, hogy lopással kezdtétek ezt? Azzal buktunk le. Uh -huh. Hát nem tudom, ez egy nagyon szégyenletes dolog, de így igazából mindenből. Uh -huh. Hosszú lenne felsorolni, hogy amiket csináltunk, az a baj, hogy bántottunk ártatlanokat, akik nem akarták odaadni, ami éppen volt náluk, aranyuk volt, vagy telefonjuk. Ez hány évesen volt? 14-15. Hm? Szóval Ez még volt annak, hogy utána ugyebár kirúgtak a suliból. Tehát az utcán konkrétan így embereket? Igen, ilyen szerűség volt Aha. az egész. Bementünk Debrecenbe, egész éjszaka ben voltunk, és mindent, amiből mindig volt velünk egy idősebb, egy nagyobb, egy tapasztaltabb, aki így vitt, és ő volt az ész. Én csak ott álltam, aztán már egy elegem lett, hogy ebből se jött össze semmi, abból se jött össze sem, aztán így nekem eljártak ezen. Mm. 14-15 éves voltál, ekkor a pénz motivált? Tehát, hogy csak a pénz. Ah. Nem is a pénz. Inkább az, hogy, haza, hogy a na legyen mit tenni. Szóval én Akár miből nekünk pénzünk lett, vagy akár mit csináltunk, és pénzünk lett belőle, szétdobtuk a srácokkal. Nekem ez első volt a Tesco. Bevásárlás, busz, haza, nagy asztal, kiraktam és gyertek. Otthon tudták, hogy miben van a pénz? Nem. Akkor mit mondtál, hogy honnan van a pénz? Találtad az utcán? Nem emlékszem már pontosan ezekre igazából. Hogyan buktatok le? Tehát, hogy ez egy, hozz... CD, egy CD, egy CD, egy CD-t, egy zenei CD-t próbáltam. Aha. Nem is a büntársam lopni, és a biztonság ezt észrevette, vagy a kamerán észrevették, nem is tudom, és bevittek minket hátúra. Hívták rendőröket, a rendőrök bevittek, személyleírás, leírás, beálltunk egy ilyen üvegfal elé, ott megismertek a, 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 a sértettek, aztán onnan már nem jöttünk ki. A dölt a dominó. Behívtak egyesével a nyomozók, kérdezték, hogy ezt, ezt te voltál? Ez itt itt és itt ezen az utcán, ezt és ezt, te voltál. Hát ugye már próbáltuk tagadni, de hát úgy megvertek minket, hogy uh -huh. inkább elmondtuk. Uh -huh. És ekkor volt a intézet, javítóintézet Igen. A képbe. Előtte én mondtad, hogy voltak nevelőszülők ö, a javítóintézet előtt. Uh -huh. Ők hogy jöttek képbe, hogy miért jöttek képbe, hogy gyámi vagy mi volt a. Ö, nem, középiskolában volt egy hölgy. a évfolyamon, nem, nem, az én osztályfőnököm volt, hanem a B-nek, vagy nem is tudom pontosan melyik osztálynak volt az osztályfőnök, ő volt az ottani szociális családsegítő ö, munkás, hogy hogy mondják ezt. És kiszúrt magának, hogy tök jó tanulnék, meg minden, és hogy én miért ilyen szótlan, és akkor mindig így jött hozzám, beszélgetett velem, elhívott az irodájába, kaptam tőle ruhát, adott nekem volt, hogy adott nekem egy kis pénzt, hogy vegyek magamnak ételt belőle, hogy az jó fog majd jönni nekem. És akkor így, így összebarátkoztunk igazából, és így megnyíltam neki, és utána így elkezdett bekérdezni, hogy igazából otthon mi a helyzet. És szép lassan így megnyíltam neki, és elmesélgettem a dolgokat, és akkor ő azt mondta nekem, hogy ha szeretném, ő tud nekem segíteni. Hm? És akkor kérde, én azt hittem, hogy ő pénzzel, meg ilyen anyagi dolgokkal, de közben nem, hanem egyik hét, egyik pénteken, mikor mentünk és igen, pénteken, mikor mentünk volna haza, akkor odahozott egy, és hát összeismertetett engem egy, egy nevelőszülő családdal, Zsófi nékkel akik konyáron éltek, és mondta, hogy menjek velük haza, és sokkal jobb életem lesz. És akkor én beleegyeztem, és hazamentem, és akkor fura is volt, hogy idegen emberek, de hogy van külön szobám, van számítógép, tudtam játszani, van, van mit vacsorázni. Ez mindenféle hivatos papír nélkül történt? Nem, 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 voltak minden ilyen. Az írattak ott velem alá dolgokat, de mondjuk én akkor nem, nem, tudom, hogy most igazából ezt a hivatalos oldalát annyira nem, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem akarok hülyeséget mondani, illetve valótlant. Ezekre én annyira nem emlékszek, megmondom őszintén. Viszont nem tudtam sokáig náluk lenni mert édesanyám addig ment, addig intézte a dolgokat, hogy vissza nem. Szóval úgy képzeld el, hogy kiszakadtam a anyáméktól, elmentem a nevelőszülőkhöz, ott voltam, jól éreztem magam, valamilyen szinten fura volt, hogy fura volt az a környezet, vagy fura volt az az egész, amiben ott vagyok, hogy kaptam dolgokat, mindig volt mit enni, és szerettem, jól esett, nem törődtek velem olyan húdesokat, de mégis azt éreztem, hogy foglalkoznak velem, és ezek a dolgok nagyon jól estek. Viszont elkezdtek édesanyámék ennek ettől függetlenül hiányozni, és szerettem volna róluk tudni valamit. Mm. És valami másfél hónappal később kaptam egy telefonálási lehetőséget, és felhívtam édesanyáméket, hogy velük mi van. Felhívtam, és mondták azt, hogy sírtak, meg minden. Ugye ők nem tudtak rólam semmit, hogy hol vagyok. Ja, nem, nem is szóltál meg, ők se szóltak. Én nem tudtam nekik szólni, mert ugye telefonom nem volt semmi. Egyszer csak én kollégiumból nem hazamentem, hanem egy idegen családhoz. Mm. És nyilván kimentek oda hozzánk a rendőrök a, 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 a szociális munkással, és ott el lett nekik mondva, hogy mi a helyzet. Csak az édesanyám ebben nem nyugodott bele. És volt egy olyan alkalom, hogy Engedélyt kértem a zsúfnénéktől, hogy hagyd menjek haza, hogy hagyd nézzem meg őket, hogy most hogy vannak. És akkor pont Szováton laktak, egy házban, ahol sáram nem volt és se víz nem volt. És emlékszem, hogy akkor el volt törve a kulcsontom, egy foci meccsen meglöktek, és ki zökkentem az egyensúlyomból, és eltűnt a kulcsontom, így, így nem csináltam egész nap semmit. És akkor se iskolába nem mehettem, otthon se volt semmi dolgom, aztán így kikönyörögtem, hogy hagyj menjek már el hozzájuk, és képzeld el, hogy az akkor az egy nagyon kemény és nagyon nehéz nap volt, vagy nagy nagyon nehéz vissza is gondolni rá, mert ha elmentem hozzájuk, kijöttek volna állomásra, Ugom és az öcsém, elmentem hozzájuk, és soha nem felejtem el, hogy a földön aludtak sorba, és az utolsó pénzükből a kedvencemet egy grícsérkét. Szóval az én kedvem ér. Ja. <laughs> és napokig nem ettem utána. Nem, mint az mentem a nevelőszülőköz, és ott volt a dínom, dánom, meg a terülterű asztalkám, és gyárulónak éreztem magam, hogy szóval érted. Persze. És azt, hogy visszamentél, a te döntésed volt, vagy pedig a, az anyukád gyártak ki az utat, és ő vitetett vissza? Hát igen, Hát ez is egy olyan érzéketlen egy dolog volt, mert hazamentem Zsófi néniéhez, és mondták, hogy Józsikám, szedd össze a cuccodat, amiben jöttél, amit kaptál, tedd le. Itt van 500 forint, és menjél haza édesanyádhoz. És kérdeztem, hogy miért, vagy mi történt, és hát nem kapták meg rám ezt a engedélyt, úgymond. Mert ez csak egy ilyen próbaidőszak lehetett, vagy nem is tudom pontosan. Aztán hazamentem létovértesre, édesanyám megígérték, hogy minden meg fog változni. Aztán elhittem nekik, és nem. És ezután jöttek a bűnözések, mert ugyanaz volt, megkaptuk a pénzt, egy napig volt kaja hűtőbe, aztán utána kezdődött minden előről, és ebben én Szóval már olyan fiatalon is felfogtam azt, hogy nem szeretnék így élni. Szerinted a javító intézet az tényleg javít a bekerülteken, vagy csak ront a helyzeten? Hát ugye már ott elég erős szabályok vannak, és ott engem megtanítottak az önkritikára, ott engem megtanítottak a rendszerre, hogy saját magadnak építs ki a rendszered és kövesd. Szóval az annyira komolyan, az annyira egy komoly hely, szigorú is, hogyha rossz vagy, akkor egy szigorú csoportba kerülsz. Én, én mondjuk ebből az egy év nyolc hónapból egy év három hónapot a speciális csoportba töltöttem, ahol a legrosszabbak vannak, mert mindig valami balhé miatt kerültem oda vissza, és onnan kikerülni csak úgy tudtál, hogyha hónapokon megfelel, hónapokon keresztül megfelelsz, meg a legjobb vagy a csoportban minden téren szorgalomban, magatartásban, a munkahelyen, dicséreteket kapsz és ott pontozni kellett magadat, önértékelni kellett magadat. Nyilván, amikor ott voltam, akkor az nekem egy átok volt, és szabályok, meg kellett szegni őket, lázadoztunk. Csak azért is. Csak azért is, igen, de így későbbiekben most, a mostani fejem már igazából én nekem ott nőtt ki a gerincem. Mm. Szóval, hogy ott nevelték belém azt, hogy tiszta legyek, tanuljak meg takarítani, hajtsam össze a ruhámat kockára, centiméterre. Az ott az elég komoly dolgok voltak. Fokkefével kellett a, a fugát takarítani, térdigérő, térdig habot kellett cseszálni, ahogy bent mondják, az alatt nem volt megfelelő. Szóval ott megtanítottak. Ha tulajdonképpen tényleg volt haszna Volt. volt. Igazából ajánlanám nagyon sok gyereknek. Kicsit ilyen katonoságnak hangzott most, amit elmondtál. Hát igen, a speciális csoport az az volt. Mm? Az kőkeményen. A ja, vitóba kikerültél, vagy pedig akkor átkerültél utána a fiatalkorok börtönébe. Ez igen. a fogkiverés, ez uh, itt történt? Igen, sajnos, mert uh, azt tudni kell, hogy én sportban minden, sport, én nagyon jó voltam, mert neki magaslóan foci, röplabda, pingpong, biliárd. Még egy kérdés, bocsánat, hogy közbevágok. Ugye mondtad, hogy voltak bűntársaid még a, a a rabláslopás lopás hmm. volánál. Velük mi lett? Tehát, ők is jöttek. Jöttek, mentek vele? Persze, persze. Hmm. A nagyobbik srácot, a, nem mondom ki a nevét, őt hamar elvitték a bévére, mert ő, ő, már volt ott, neki az már ilyen nem jó hely, unalmas helynek számított, és őt elvitték. Szóval én, én maradtam ott, meg a, meg a másik büntársam, és hát mi próbáltunk helytállni igazából. Ez a javító volt. A csak te mentél tovább, akkor ugye a fiatalkorok börtönébe? Nem. Ő is. Ö, nem a nagyobbik srác, aki. Szóval a letöltendőben én és a nagyobbik srác kaptunk letöltendőt. De ugye meg de ugye meg korábban a harmadik át ment, mint te. Igen, igen. A harmadik mintásunk, ő, ő csak ilyen javító után, ilyen valami programba került bele, szóval ő nem került be a BB intézetbe, és ő rövidesen szabadult is. Uh -huh. A fiatalkorok börtöne az uh, szintén jó volt, mint a javító, tehát hasznos volt, vagy pedig az már pokolibb volt? Hát az egy, az egy elég kemény hely volt. Az egy, ez egy ilyen horror és thriller filmbe illő volt az én időmben, amikor én oda kerültem. Hát az odakerülés az úgy történt, hogy bár eleve már maga a BV, mert ugye bár a javítóintézetben a neveden szólítottak, szóval ott név volt állott, ott azért humánusak voltak a nevelők, egy kettő kérdésnek így közben akarok vágni, hogy hány éves volt ekkor? Tizen? Tizenhat. 16, 16-18-ig 16 lehet gondolom voltam a, a javító Nem voltam a javítói intézetben, és utána kerültünk fel a, a fiatalkorok börtönébe. hány volt -e? Hát ilyen 18-tól 19 körülig. Uh -huh. Ott ott egy évet voltam, azt hiszem. Ugye akkor, amikor te átkerültél a Javítóból a, fiatalkorok börtönébe, az neked minek számított? Az menő volt? Vagy úgy érezted, hogy az életet most összeomlott? Hát azt tudnék, hogy én a kinőttem, mert ott nem volt ellenfelem. Mm. Ott én voltam a góré. Zolfanyim. Igen. Igen. Sajnos ezzel ez miatt is kerültem abba, hogy ami történt. Hát a BV utána már az egy elég más pálya volt. Az, hogy te oda kerültél, ezt te menőnek érezted, hogy Ön, akkor mi mész tovább a rossz fiú pályán, vagy nem. pedig úgy érezted, hogy akkor ez most nagyon nem, kemény, hogy megbántam, hogy azt, ott, ott azt a pofont el, elindítottam. Azt nagyon megbántam. Azért ott egy arany életünk volt tényleg. Szépen bántak velünk. Mindenem meg volt. Jó kaják voltak. Sportolási lehetőség. Előre meg volt írva egy évre, hogy itt tudom én, jövő ilyenkor mit fogsz csinálni. Szóval annyira ott minden ilyen rendszerszerű volt. Hát a BFI az meg ugye bár ott, ott, egy szám vagy. Egy számsor. És igazából ennyi. Ott betesznek téged az árkába, és ott az történik veled, ami, 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 csak, ami, ami, van. Ott nagyon hamar kijön, hogy milyen ember vagy, vagy hogy milyen van-e véred, vagy nincs, mert a fiatalkorak az nekem úgy indult, hogy nagy darab voltam, volt egy csomó szajrém, az akkori szintesőr, amikor megérkeztünk fel a szintet az Nyilván a tököl az már meg ö, előzte a hírét. A szarjás cigit jelent meg ilyesmit, nem? Tessék? A szarjás cigit jelent meg ilyesmit, Cigi, nem? Cigi, kávé, tusfürdő, mm -hmm. minden ilyen tisztasági szer. Az akkori szintesnek én valamilyen nem lettem szimpatikus. Szerintem beleolvasott a, az aktámba, mert engem egy büntető nevezetű zárkába tett be a 212 és 213-as, ez a két zárkó volt az akkori büntető zárka. Ez azért van, ott létrehozva, hogy a nagy fiúkat ott megtörjék. Mm. Hát a szállításban voltam én, meg még volt még két srác, akik ilyen nagyobb darabok voltak, meg erőszakos bincselekménnyel kerültek be, és hát minket egyből osztottak be, ugye? Annak ellenére, hogy én nem dohányzó voltam, és engem a nem dohányzó zárkába kellett volna betegyenek. Hát most nagyon egyszerű a sztori, kínzották az árkait, ott bementem, pont gyúrtak, hárman voltak, megállsz az ajtóba, rádzárják az ajtót, letettem a, a, szaj, a, a, zsákokat magam mellé, felnéztem, és már jöttek, kóstoltak be, hogy holósi vagy, honnan jöttél, kiket ismersz. Hát én mondtam, Biari vagyok, így hívnak, itt voltam, mit csináltál, miért vagy bent. Aztán, ahogy kimondtam, már jöttek a kezek felém, szóval leütöttek, mint a szart, kiraboltak, hmm. elvettek tőlem, tőlem mindent. Azt szóval, mondta, fel kellett állnom, Dobd fel a kezed. Ha nem dobtam fel, akkor azért kaptam. Ha feldobtam, akkor meg egy az egybe meg lehetett mutatni, hogy mi a helyzet. Két és fél órán keresztül ütöttek. Így. Én feldobtam a kezem. Volt is olyan helyzet, olyan szituáció, amikor jobb is voltam, mint a másik, de akkor a harmadik, a másik, ha srác mindig beleszólt. Vagy a seprűnyél basztak oldalba, vagy beugrott és plekniből álomvert. Hát ilyenek. Szóval mindig, mindig lekényszerítést, Szóval próbáltak ledominálni. Igazából ott ez ment. Mm. A, de én még, még így is szerencsésen jártam, hogy csak egyba fibe vertek. Mert a másik srác, aki, aki üzent is ezeknek, mert, ő, mert a Szöli utcából kerültek oda. Azt tudni kell, hogy ez a szint az előzetes szint volt. Itt javarészt pestiek voltak. Szóval nem nagyon voltak vidékiek. A másik srác az, az sokkal rosszabbul járt. Amennyiben? Hát üt meg... Ja. Hm? Ott azt végig kellett hallgatnom, hogy hogy. Úgy képzeld hogy volt két zárka, és uh, ki volt ásva a, a földön a, a fal. Szóval így, ha letetted a fejed a földre, és átnéztél, akkor átláttál, és láttad, hogy ki beszél ott vissza. Hm? És azt a gyereket, aki velem egy időben jött, őt lenyomták a fejét a földre, és meg... Kedves fogadtatás. Hát igen. Ott mondjuk abban az ákában nyolcan voltak. Mm. Ő ment be kilencediknek. Akkor nem csak három embereket megverekedni, hanem... Nem, ott, ott neki nagyon kemény volt. És én ilyen tényleg szerencsés voltam. Mm. Azt tudni kell, hogy a az volt egy gyiloggabi Ő, neki az ügye az volt, hogy egy öreg asszonyt és a, a lányát egymással szembe kötötte, bevitte egy tóba, egy csónakon, és belebaszta a vízbe őket, téglával a lábukon. Szóval a gyerek az életfogytra várt, az akkori, az a, 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 a bazárkába, az árkamenő. Így mondom. Kemény arcok voltak akkor körülötted. Hát ott az igazi, az, az igazi elvetem Ott, ott hiába voltál ütőképes, úgyhogy ott hiába voltál nagy darab, sőt, ha nagy darab volt, annál rosszabb volt, mert hm. akkor egyből az volt, hogy ott, 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 az arra mentek, hogy minél nagyobb hírnevet csinálnak maguknak. Ez hogy bekerül egy ilyen ügyből, egy gyilkosságból két embert megöl egy ilyen szinten, az... Hát az a lényeg, hogy legendával váljon, hogy ne legyen igen. baja, nem? Igen, igen inkább tőle féljenek, mint hogy ő féljen másoktól. Igen, aztán felverték a szememet rendesen a bal oldalt. nem mertem lefeküdni, nem is aludtam aznap este. Másnap reggel jött a váltás, megérkezett a nevelő, magának mi történt a szemüve. Mondom, így érkeztem. Na, fogja meg magát, akkor ki a Aha, Az irodába kimentem, melyik bántotta, mondja a nevét, azonnal fogda a izéhozé. <síns> Nem dobtam fel, mondtam, hogy neki mentem este az ajtófél ilyen amilyen hülyességekkel a, a főtörzsőrnest. Nyilván nem volt átlátszó egyáltalán ez az elterelés. Igen, nem? igen, azt én tudtam, hogy a az nem leszek. Szóval ennyire már kicsit úgy tapasztalt Hát akkor a. lehet, hogy este te is úgy volna, mint a másik cellában a fiú. Lehet. Hm. Bár nem, nem, azért. Hát figyelj, igazából én engem már ott elismertek, hogy felálltam magamért. Mm. Annak ellenére, hogy megvertek, utána felálltam magamért. Mert próbáltak engem becsicskáztatni, hogy ezt hozd ide, azt hozd ide. És mindig az lett a vég, hogy nem csináltam, és megint fel kellett állnom. Én mm. inká inkább, inkább, inkább hagytam, hogy megverjenek sem, az, hogy csicska legyek. És egy évig ez így ment? Tehát, hogy egy nem, évig ez, minden ez, este az ez az egy nap volt ilyen. Ahogy kívott a a főtörzs nevelő mondta, hogy amúgy maga mit keres a dohányzó zárkában, amikor nem dohányzó, a... szóval nem dohányzó volt, nem szabadott volna engem oda berakni. Ezért tudtam azt, hogy ez egy büntető zárka, mint hogy később -kés Tehát jobb, terült. mint a másik zárka, nem? A nem dohányzó. Hát jó volt a dohányzóban, hogyha másik zárkában izé történt. Nem, a nem dohányzó az a folyosó végén volt. Ja, azt az egymás mellett. Nem, 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 nem. nem. Ott volt, hogy 8-10 zárka a folyosón. Szóval ott voltak több zárkák, meg ott volt a szint, szóval ilyen rezsimek voltak ott, ilyen rácsokkal leválasztva. Mm. És az előzetes részlegen, ahova akkor kerültem, mert még ugyebár itt jogerősítéletem nem volt, csak felszállítottak, mert a javítóba történt, ami történt, ezért kerültem fel idő előtt oda. És az előzet, ugye ott még civil ruhába vagy, ott még a kindi dolgaid vannak, és hogyha jó ruhába vagy, vagy órád van, vagy jobb cipőd, akkor az, azért meg kell kőkeményen küzdeni azért, hogy az a tied maradjon. Hmm. Aztán másnap fogta a nevelő, és mondta, hogy szedjem ezt a cuccomat, és menjek át a nem dohányzó zárka, mert én oda való vagyok. Az aktám szerint. Hmm. Visszamentem a zárkába, be voltak szar, hogy feldobtam őket, azt mondtam, hogy nem dobtam fel senkit, viszont találkozni fogunk még. És egy ilyen mondattal jöttem el, mindenemet visszavettem. Hát szétraboltak igazából. Uh -huh. Amit így meg is érdemeltem. Mert ezért kerültem be. Szóval a karma az működött és dolgozott elég erősen. Aztán amikor bekerültem a nem dohányzó zárkába, ott is azért voltak arcok, de két nappal később, vagy nagyon rövid idő alatt számomra kiderült az, hogy a nem dohányzó zárkában vannak mindig a sanyargatottak, vagy a menekültek, akik a vamzerók, mm. akik feldobnak valakit, aztán oda, szóval érted, az volt az ilyen menekült Az és zárka. És király lettél, biztos vagyok benne. É, igen, meg két nappal később ott a szájtás, itt <laughs> az alsó ágyért meg, meg kellett küzdeni, és ott jobb voltam, mm. mint a másik, úgyhogy ott elkezdtem edzigetni, és hát folytatni azt, amit a javítóban csináltam. És ott, ott én ott feldobtak, már azokhoz a srácokhoz agresszívnak túl agresszív volt Igazából akkor volt ott a Baltás gyilkos. Azt tudom, hogy Görögországban voltak az édesanyával nyaralni, és Aha. válogatott kézilabdás volt a srác, képzeld el, És valami négy ember darabolt fel Baltával. És ott volt a menekült srácával. Hány éves volt? Ja, menekültek az erik szerint szerintem. Igen, igen, ő 18 éves volt. Gabinak hívták akkor akkor is tották és, és őt át is ütték rövid időn belül a. Tehát nagykor... Görögországban négy embert baltával nem Igen, Igen, igen. Az anyának általában volt valami kliptomániája, vagy nem tudom mi, és a súranás alkalmával az anyára fegyvert fogtak. Mm. És. Ez a volt a sztori, amit én hallottam akkor. De hogy ebből mi igaz, vagy mi sem, nem tudom, mert nem olvastam soha az, az iratait, vagy az aktáit. Szóval, hogy ez igaz-e, vagy sem, nem tudom, de. Az így beleégett az agyamba, hogy. Mm. Ilyen De mennyi, mennyi volt egyébként zárkeva? a, a raptársak között, aki a, a gyilkosságért ült, Tehát ez mennyire volt gyakori? Voltak. Mm. Voltak a szinten. Még egyszer mondom, hogy uh, különböző rezsimek voltak, és minden rezsimben volt ilyen. Volt olyan. Nyilván, aki, aki nagykurusítva lett, és ilyen miatt volt bent, őt, őt azonnal elszállították onnan. Mm. <laughs> Úgyhogy igen. Szóval röpke egy év alatt, amit ott voltam, te láttam egy ilyet. Átestem egy olyanon, szóval, hogy fel, ez, az igazi, ez az igazi kiállni magad ér. Uh -huh. Illetve megöltek egy srácot akkoriba ott a lévő zárkába fogházon. Pecolopás miatt volt benne a srác. Pecalopás. Pecalopás miatt volt benne a srác. Egy kis termetű kis srác volt, emlékszek rá. És azt találták ki az, hogy elágyult zárkatásai, hogy csinálnak egy ilyen kamú életmegmentést, mert akkoriban ez valami BV parancsnoki valami jutalmat vont maga után, ami ennyitette a büntetésedet, vagy akár szabadulhattál is. Mm. És el akarták játszani, meg akarták rendezni azt, hogy a srác fel akarja magát akasztani, de ők mentették meg csak elrontották, mert az egyik a srác a kötelet húzta felfele, lefelé, így a nyakat fel, a másik meg húzta le a lábát a srácnak, szegénynek, és elroppant valami csukajája állítólag. ez A srác nem akartak el, ez megtörtént nem nem, 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 Hát ő egy, ő egy, olyan, ő volt a zárka csicskája. Szóval, hogy ő nem árt ki magáért, és így Szóval, hogy ő volt a, aki, aki, ágyazott, ő volt az, aki a kávét csinálta, a cigit csinálta. Borzalmas. Ő volt este a, a lány, és ilyen dolgok. Szóval, hogy ha nem állsz ki magadért, akkor rá tudnak szállni. Igazából ez, ez az egy a lényeg. Mm. Egy évet voltál bent, ugye? A fiatal korúak börtönében. Körülbelül igen. Utána szabadultál, vagy onnan mentél tovább? Valami miatt? Nem, én onnan szabadultam. Mm. Szabadultam. Ezt követően volt a, a, ezt a lánya románc. Igen, igen, és ezt követően volt a dílerkedés, meg a lányok futtatása. Így van. Így van. És akkor mennyi volt a felnőtt börtönben, amit eltöltöttél? Másfelett mondtál talán, nem? Egy év, négy hónap, vagy egy év, hat hónap, azt hiszem, és a, én minden onnan kedvezményel szabadultam igazából, szóval, hogy... Kivéve a javítóban. Igen. Nagyon nehéz volt azon a középúton menni, hogy kiállj magadért, hogy ja, aki magadért, akkor az, az, balhéval jár. De ne is veszítsd el a kedvezményed. Szóval ott nagyon nehéz volt úgy jó gyereknek maradni, vagy úgy elismertnek maradni, hogy igazából nem, nem bántasz senkit. Most ugye Németországban élsz, ugye a szabadulásod követően kiköltöztetek Németországból, hogy új életet ott tudjatok elkezdeni a, a, a pároddal. Igen. Te tovász, elsősorban, tehát ez a fő állásod, hogy jól értem a leveledből, hat alkalmazottad van. Mikor mennyi? Mikor mennyi, de ugye egy nagy szalonról beszélünk ilyen szempontból. Hát nem, nem? nagy szalon, ez egy kis szalon, ez egy kétfős, egy hát inkább három fűs. Ja, Csak hogy a, üzlet, a igen, napokon Mindig én vagyok a rezidens tetováló, mindig én vagyok ott a legtöbbet, és a vendégtetoválók tetoválók váltják egymást. Mm -hmm. Szóval igazából egyszerre két tetováló dolgozik az üzletben, és Ja, ennyi. Ezt Magyarországon nem lehetett volna megcsinálni, vagy az, hogy Németországban jobbak a fizetések, ez kecsegtetőbb megbizonyult? Um, van egy hosszabb sztoria igazából. Menekülni kellett? Nem menekülni kellett, csak itt Magyarországon hmm. ö, én belefáradtam a, az emberekkel való kínlódásba, abba, hogy meg volt beszélve egy időpont, nyilván még kezdő voltál, kezdő voltam, nem vettek komolyan, lenézték a munkámat, így nem is volt nagyon lehetőségem arra, hogy fejlődjek. És akkor jöttek ilyen lehetőségek Németországból, hogy menjünk ki, ott van egy zsírúj szalon, indítsuk be, oké, mentem. És hát ott is történtek azért dolgok. Ugye mindig magyarokhoz próbáltam kimenni dolgozni, és akkor ott mindig az volt, hogy hülyének néztek, mindig úgy, úgy keverték a pénzt, hogy nekik legyen jobb, vagy nekik legyen több én vagyok az újonc, ők már itt vannak évek óta, akkor az van, amit ők mondanak úgy, ahogy ők mondják, és akkor nyilván én bennem ez az igazságérzet, ez mindig ott mm. volt, és azért sose szerettem azt, meg mindig így átláttam a dolgok, és nem szerettem azt, hogyha hülyének néznek. Így mindig volt egy konfliktus, aztán így mindig így el, elváltunk az ottaniaktól. Mindaddig, amíg be nem mentem egy, egy, német üzletbe, bevittem a kis portfóliómat, a barátnémet elvittem egy vizsgamunkára, megcsináltam a vizsgamunkát, és azt mondták, hogy itt van a helyed. És egy kilencfős, fős, elég nagy nevű üzletben sikerült megállni a helyemet, ott dolgoztam több mint fél évet, és ott tapasztaltam meg igazából milyen az, mikor megbecsülnek téged, vadidegenek, meg ugye vár az anyagi lehetőséget is megláttam ebben, és én már akkor tudtam, én saját üzletet szeretnék majd nyitni. Mm. És az ott, ott, ott megkeresett pénzemből félretettem a pénzt, és a Covid lecsengése közben megnyitottuk az üzletet. Bátor volt? Nagyon bátor, igen. Egy merész húzás volt, de úgy voltam vele, hogy ha már szenvedek valamiért, akkor az a sajátom legyen. Mm. Most jól élsz. Te ezt látom rajtad, látom az autódom, tehát hogy jó-jó a körülmény. Ebből te adsz vissza a családodnak? Tehát, hogy anyukádat például támogatod, vagy egyetlenébezednek szükségét, tehát hogy akkor teremtsék meg ők a saját életüket. Az a helyzet, hogy én egész életemben segítettem őket. Én mindig önmagamhoz képest jól éltem, szóval, hogy mindig kiteremtettem az anyagi bevételt. Hol ebből, hol abból, hol zsiványkodásból, hol bűnözésből, hol kisebb-nagyobb stiklikből, de mindig volt pénzem, és én mindig próbáltam nekik segíteni, csak az volt a rossz az egészben, hogy ugye mindig csak akkor kerestek a kell valami. És hosszú-hosszú évek során ebből elegem lett. És elhatároztam, hogy nem, nem leszek ilyen hülye, Um, igazából a legfőbb oka ennek az egésznek, hogy mi kimentünk Németországhoz, az, az volt, hogy uh, meg ez a tetoválás is, hogy uh, hogy jött, vagy hogy miért ez lett. Mert ugye már én foglalkoztam nagyon sok mindennel, voltam taxisofortől kezdve, uh, személyedzőig minden. Hm? Dolgoztam Amerikába, dolgoztam Angliába, uh, éltem is kint Amerikában három, három, három és fél hónapot engedett a vízum, vagy valahogy így. Angliába elég sokat. És csúnyán szó, de mindig valakiből meg kellett élnem. Mindig le kellett nyomnom valakit, vagy valakiket, vagy mindig valakitől el kellett vennem, vagy mindig valakinek az béréből le kellett csípnem. És megszólalt bennem a lelkiismeret, hogy ez jó, ez így. Vagy igazából a karma is büntetett állandóan. Szóval hiába csináltam én egy hónapban, csak mondok valamit, másfél millió forintot. Több mint a felét biztos, hogy visszafizettem büntetésekre. Gyorsajtás, vagy éppen ilyen büntető, így, ilyen ez, ilyen az, és ez olyan egy stresszes élet volt nekem, hogy elegem lett belőle, és a barátnőmet, a szerelmet nem szerettem volna elveszteni, és ő, ő, ő nagyon sok mindenre rávilágított engem, hogy Miért kell ezt így nekem, hogy miért nagyon rengeteget beszélgettünk, és igazából ő neki köszönhetem azt, hogy megváltoztam, és hogy elindultam a, a jó út irányába. Igazából belenéztem a tükörbe, és azt mondtam magamnak, hogy mit tudsz te magadtól csinálni úgy, hogy ne nyomj el másokat, ne vegyél el másoktól. Hogy mit magadtól, mi az a kétkezű dolog, amiből, amiből tudsz valamit is kezdeni, és ez a rajzolás volt és utána mentem ennek az egész tetoválásnak, és autodidakta módon addig, addig fejlesztettem magam, utána olvastam, néztem, gyakoroltam, beruháztam rá, leraktam egy ilyen tanfolyamot, amíg egyre jobb és jobb nem lettem. És Németországban, hál' Istennek, azért lett szerencsém, mert két és fél éven keresztül, ugye én nagyon sok üzletbe megfordultam, és nagyon sok helyre voltam beugrós, nagyon sok nem vettem részt, ahol csak ugye bár megélhetési tetováló dolgoztam, így egyrészt jó volt az, hogy uh, tudtam gyakorolni, és tudtam fejlődni, de sose kaptam meg azokat a munkákat, amiket egyébként nagyon szerettem volna megcsinálni, mert én voltam a magyar, uh -huh. aki azért van itt, hogy pénzt keressen, így a legszarabb munkákat bízták rám folyamatosan. De ez így igazából elég volt arra, hogy uh, alapot a jövőben. Így van, így van, így van, alapot teremtsük a jövőben, és uh, Igazából megtanultam azt, hogyha üzletet nyitok, mit hogy nem szabad csinálni. Az emberekhez való hozzáállást, az alkalmazottakhoz való hozzáállást. És mikor megnyitottam az üzletünket, akkor uh, tudtam azt, hogy az én bizniszpolitikám, üzletpolitikám az mindig olyan lesz, hogy mindenki. Mindenkit figyelembe veszek. És ezért is szeretnek engem, és tisztelnek, és fogadnak el tetováló közösségben, és valamilyen szinten már így ismerik is a nevemet, mert tényleg mindenkinek, minden egyes alkalmazottnak, aki kijött hozzám Magyarországról, Ukrajnából, Ö Oroszországból, sőt, a legutóbb volt nálam egy kínai kislány is, úgyhogy inkább én nem dolgozok, hogy ők dolgozhassanak. Hmm. Ha nincs munkájuk, vagy van lemondásuk, akkor felá feláldozzuk magunkat a, a baráti társágba, és belünk a kezük alá, hogy szóval én azt nem Tudom egyszerűen eljátszani az, hogy valakit átbaszok azért, hogy kijöjjön, ott üljön két-három napot üresbe, és aztán haza menjen minuszba. Szóval hál' Istennek tudom magamról azt mondani, és büszkén is, hogy akárhányszor, akárki kijött hozzám eddig dolgozni, mindig, mindig jó pénz elment és mindig megérősen. Szóval ez miatt, szerintem ez miatt nagyon szeretnek engem a szakmában. Még egy fontos kérdés magánéletileg, mert beszéltünk róla, de aztán ugye a témával elterelődtünk. Mi újság a fiatal? Hát a fiam felnőtt, 13 éves, nagy fiú, már lassan magasabb, mint én. De tartjátok a kapcsolatot? Persze, tartjuk. Hm. Azt tudni kell, hogy én mindent megadtam neki gyerekkora gyerek óta. Viszont én nem tudtam az anyukájának elnézni, vagy benyelni ezt, amit tett. Nyilván én is ludas vagyok abban az egészben, ahogy történt. Szabadulásom után megpróbáltam velük a közös életet, de egyszerűen ezzel a tettél annyira beletaposott az apaság érzésébe, meg az, hogy nekem velük kell lennem, és nekem ott kell élnem velük, hogy menekültem a tudat, az érzés, a gondolat elől, minden elől. És inkább én bádoztam azt a, beáldoztam az apa szerepet. Igazából nem is lettem volna rá meg méltó, mert én oda annyira egy agresszív valaki lettem, mert ezeket éltem át. Én nem voltam apának való. Szóval én annyira egy... Tehát jobban járt mindenki, hogy te azt nem csináltad tovább, mert esetleg úgy jártak volna, mint te a gyerekkorodban. Valójában. De... Nem, azért. Azt tudni kell, hogy én olyan vagyok, ezt így megismertem és felfogtam magamban, hogy ami rosszat én kaptam az életbe, vagy ami rosszat nekem okoznak, én mindig az ellenkezője leszek. Szóval én sose bántottam a, azt a lányt, nem emeltem rá a kezet. Nyilván voltak viták, összetörtem, inkább a kezemet vertem szét, vagy szétvertem az egész berendezést, meg mit tudom én, de sose bántottam nem volt egyszerűen türelmem hozzájuk. Szóval nem voltam apának való. És most, hogy így megnyugodtam, és teljes mértékben megváltozott az életem, a felfogásom, a mindenhez való hozzáállásom, már azt gondolom, hogy lehet egy kicsit késő. És lehet, hogy már visszafordíthatatlan dolog ez az egész a fiammal kapcsolatban, mert ő nagyon az anyja gondolatait, nagyon az anyja felfogását vette át, mert nyilván az ő nevelés alatt nőtt fel én mindig csak egy pénztárcó voltam, mindig csak egy anyagi háttér, egy segítség, és én mindig is ott voltam nekik vagy neki. Szóval annak ellenére, hogy nem neveltem, annak ellenére nem tudja azt elmondani, hogy neki rossz gyerekkora lett volna, mert minden mindig megvolt. A legjobb cuccokba járkált. Szóval minden. Csak ugye bár én, ha már én nevelni akarom őt, akkor nyilván úgy akarom őt nevelni, hogy valamit mindig valamiért. Szóval én tudom azt, hogy mi a helyes, mi a jó, ha nem is tudom kimutatni, ha nem is tudok annyira érzelmes lenni, de viszont a játékszabályokat azt mindig lefektettem, hogy jó van fiam, megkapod a Playstation 5 öt ha nem esel három egész alá évvégén. Szóval, hogy én mindig valami eszközöttem a valamit, a jutalmat, és ezt nem szereti. Mert ugyebár otthon nincs szabály, hanem otthon úgy el vannak. Ott van ő a nagyfiú, neki nem dirigál senki, szóval ilyen téren rám jutott, de... Tehát te nevelni akarod magyarul, értem. Szeretném őt nevelni, csak így nehéz, hogyha én kitalálok egy a erősebb rendszert, az rendszert, az rendszert nem akkor az, az, anyuka nem, anyuka nem? az anyukája meg nem, ne, nem annyira segít benne. Biztos lesz majd ilyen pont az életben, hogy tudjátok ezt beszélni egymással, mi történt, hogy történt. meg? Persze, egyre. ezt megbeszéltük egyébként, szóval nem vagyunk haragban, nem utáljuk egymást. A gyerek Gyerekről beszélünk. Ja, 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 gyerekről. Igen, ja. Vele is megbeszéltük ezt. Hát én még kicsi, majd felvettem korábban. Igen, igen, Majd valaki. akkor fog ő ezekre a dolgokra jönni, ha már bennő a fejjel az meg még meg odébb van. Uh -huh. zene. zene. Mikor kezdtél te reppel foglalkozni? Tehát már a, már a fiatalkorodban is érdeklődtél a zene iránt, vagy ez egy későbbi uh, lelkesedés? Javítóintézetbe írtam meg az első repszövegemet, versemet. Um. Azt együtt semmelkedtek a többiekkel, vagy hogy volt ez? Voltak, voltak rá Á, ö, példák, igen, de az ott annyiba is maradt. Igazából ez a reppelés, rap, ez a zenéhez való hozzáállás, ez igazából egy idestól öt hónapja jött, ez a Bosszúhágy című ö, dologgal. Ott ismerkedtem meg a Jopperelivel, aki azért és úgy került be az életembe, hogy most megyünk és levadászunk ezt és ezt és ezt de aztán az utolsó pillanatban azt mondtam neki, hogy figyelj, ne így ismerkedjünk meg, hanem csináljunk egy zenét. Mm. És akkor ő, ő nagyon átérezte, amiben én voltam, és ő segített nekem úgymond így a szakmába bekerülni, így ismerkedtem meg a hibriddel, így ismerkedtem meg a razóval, és igazából ennyi. És az első zenémben azért hallatszik, hogy ott még nagyon ez a ritmika, meg ezek a dolgok hmm. így szakmailag, hogy annyira nem. De nagyon sokat dolgoztam rajta, illetve sikerült a Smith-hez bekerülnöm. Ilyen a Smith lett a zenei producerem, így, így ővel nagyon sokat fejlődtem, illetve nagyon sok tanácsot, tan tanácsal látott el, és nagyon sok olyan dolgok, dologban segített, ami, ami által rövid idő alatt, de nagyon nagyot fejlődtem. Most én ezt nem szeretem sosem magamról elmondani, de... De hogyha így van, akkor így van, tehát hogyha az ember fejlődik... Ezt mások fejlődik. mondják nekem, hogy Azt, az, hogy az első tudsz zené... eljutni, az megint egy kérdés, de hogy abból, amivel indult, te fejlődtél, az egy Igen. másik. Szóval igazából a kérdésedre a válaszom, az egy közel öt hónapja. Uh -huh. Kezdtem el, és most adjuk a negyedik zenémet. Ez a zenei dolog igazából... Nekem egy olyan fajta motiváció, szóval én nem az anyagi vonzatot látom benne, az anyagi érdekeket, illetve azt sem látom benne, hogy én most itt híres legyek, vagy sztár legyek. Nyilván, ha elérek egy olyan szintre, akkor azt ö, megpróbálom minél normálisabban, illetve tisztelettudóan és alázatosan kezelni, mert erre megtanított az élet, hogy mindig maradjak alázatos, ami az ötödik zenében is hangzik. Ez lesz a refrének az alap. Hm? üzenete. Um, Valójában te a zenével meséled el az életedet, és segítesz másoknak vele. Így jól, van. Ha jól értem, a te indítatásodat. Így van, így van. Szóval egy, igen, egy társadalmilag pozitívan, illetve... Ez egy jó út egyébként, mert pont azoknak a fiataloknak, akiknek erre szükségük van, azok rappet hallgatnak. Tehát, hogy azok, azok ezt a mifajt szeretik. Ha egy ilyen dalt hallanak, ami nem arról szól, hogy hogy ö, rengeteg pénzem lett, körülvesznek a csajok, ö, nem tudom milyen autón van, mert nem erről szólnak a dalait. Meg a bláz, meg a fi, Igen, meg Tehát a... Nem erről szólnak a dalait, hanem ezek tényleg, a, tényleg ö, ennél értékesebb szövegek mindenféleképpen, mint a flexelő szövegek, az egészen biztos. Hogyha ezeket hallgatják, akkor szerintem az az tud formálni rajtuk, és tud segíteni a fejlődésükben. Ez, ez nagyon motivál engem. És igazából, hogyha eljutok arra szintre, hogy Anyagi bevételem lenne, vagy származna ebből az egészből, akkor én szeretnék létrehozni egy alapítványt, és szeretnék ö, hozzám hasonló tehetséges, ö, hátrányos helyzetű embereken segíteni. Szóval én ezt egy ilyen missziónak érzem igazából, én ezen is gondolkoztam el, és így is indult az az egész szóval, hogy én rengeteget. Ö... Tehát, hogy mit kellene csinálni? Most, hogy a egy tanácsot? Mindenkiben van tehetség, lehet, hogy nem művészeti tehetség, de valamilyen biztos, hogy van. Inkább azt kellene, hogy ezeket ki keresni, és abban segíteni, hogy akkor ezt megtalálják, és akkor ebbe tudjanak fejlődni ebben a, ezen a területen. Ezt nem biztos vagy benne, hogy minden cigánsoron élő gyereknek van valamilyen tehetség. Rengeteg, rengeteg tehetséges. És mondom, nem csak művészére gondolok, nem csak énekes, meg, meg rajzol, nem mm. tudom, micsoda, hanem, hanem akár egyébként, nem ilyen vállalkozás, nem tudom, jó jó, 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 jár az agya, és jól tud számolni. Tehát, hogy bármi tudod, ami, ami, ami tehetség. Ezeket kellene tudod így felfedezni, és, segíteni ezeket kijárni. Hát igen, igen, igen. Szóval, mm. hogy én úgy itt tudom igazából, én, hogy mondjam neked, én mindig olyan vagyok, hogy valami belekezdek, és elképzelem magammat, hogy mit fogok elérni benne. És mindig elérem valahogy. Szóval, hogy ha bele, bekerültem, most így végig gondolom az 34 évemet, és bekerültem mindig egy társaságba, vagy bekerültem a javítóba, vagy, vagy bármilyen szakmába belekerültem, én mindig valahogy, mindig bekerültem a top van, vagy hogy mondjam ezt neked. Szóval mindig azon dolgoztam, hogy elismerjenek abban, amit csinálok. Mm. És eb, itt most szeretnék is üzenni a hallgatóknak, hogy szerintem tök mindegy, hogy ki mit csinál, csak azt űzze nagyon magas szinten. És e, mindig mindenből van kiút, és ez, ezért is e, kerestelek meg, és jöttem el ebbe a műsorba, hogy én egy példát szeretnék statuálni. Én szeretnék egy példa lenni Magyarországon, hogy azokból a dolgokból, abból a mélységből, honnan én jövök, hogy, hogy lehetséges elérni szinte bármit. Csak el kell magunkról ezt hinni, akarni kell, és nem szabad feladni. Remek végszó volt. Köszönöm szépen, le, hogy itt voltál. Jóci, ugye ez a, ez a rendes neved, vagy a, a hivatalos neved. Kívánom, hogy legyen nagyon boldog. Kívánok még egy gyereket a jövőben. Kívánom, hogy a, hogy a, karriered is, a zenei karriered is tudjon még felfele ívelni, és hát még minden jót, mert te megérdemled, tényleg. Nagyon szépen köszönöm. Örök, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.